Sziasztok, szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok, és családminták felkutatásával foglalkozom, pontosabban abban segítek a hozzám érkezőknek, hogy milyen karmakörökben vannak benne, milyen olyan képességeket őrizgetnek magunkban, amit, hogyha magas szinten megélnek, akkor ki tudnak jutni ezekből a karmakörökből, illetve hogy az élet feladataikhoz milyen olyan energiákat kaptak, amiket szintén, hogyha magas szinten élnek meg, akkor bizony sikeresek tudnak lenni. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak, vélünk, gondolunk bármit is magunkról, de hogyha valaki egyszer azt mondja, hogy lehetőség van arra, hogy azt az elrejtett vágyat, azt az elrejtett tulajdonságot megéld magas szinten, tehát magyarul teljes gőzzel megéld azt, aki te valójában vagy, akkor ez egy hatalmas felszabadító energia lehet. Ezért szívből ajánlom mindenkinek a konzultációimat, akkor, hogyha tényleg valódi változást szeretne az életében, azt tudni kell, hogy ez egy erőteljes önismereti lépcsőfok, hiszen a tudattalan elmében tárolt információkkal, valamint azzal a tudással, amit átadok, lehetőséged lesz arra, hogy megugold magad. Tehát, hogy kigyere az eddigi karmaköreidből, és egy másikat indíts el, ahol már a szeretet és a kölcsönösség, a megbecsülés van jelen. Mindaddig tud ez így menni, amíg te ezt komolyan gondolod, tehát valóban megérted, hogy az, amit te érzékelsz másokkal szemben, azt te ugyanúgy csinálod valaki mással, így a viselkedéseden bizony elég erőteljesen változtatni kell ahhoz, hogy kiérjél ezekből a karmakörökből. A mai lapokat, amiket kaptunk, pontosan ehhez a témához kaptuk, kardokhatos. A kardokhatos az olyan, mintha így egy hölgy itt elbúcsúzna egy partszakasztól, és szeretne átérni egy másik szakaszra. Valami miatt elmegy. Úgy tűnik, mintha kicsit az életre alatt menne, tehát hogy nem feltétlenül örömében távozik. Itt van mögötte ugye a hold, ami szintén a tudattalan félelmeket is mutatja, és azt képviseli most jelen pillanatban, hogy új szakasz, új mintához kell közelítenünk, ami abból is adódhat, hogy a szüleinkből hozott mintát ne ismételjük tovább, vagy azt, amit mi kialakítottunk, azt ne ismételjük tovább. Kicsit elhagyjuk azokat az embereket is, azokat a helyzeteket, amik erre emlékeztettek. Igen ám, de csak akkor van értelme ennek a fajta elindulásnak, hogyha az eddigi minőségünket feltérképeztük, hogyha a különböző helyzeteket megértettük, hogy mi miért van az életünkben, hogyha ismételünk, akkor sajnos nem lesz változás, hiába érünk át a túlpartra, ott is ugyanolyan rezgésű embereket fogunk kapni. Tehát mindig a legfontosabb megérteni, hogy hol vagyunk, honnan indulunk, mi az, ami probléma van körülöttem és bennem, és innentől pedig új tudatos döntések és cselekvésre van szükség. De ehhez az energia mezőnket is szükséges feltérképezni, vagyis hogy milyen nehéz érzések vannak a testemben, és ezzel hogyan hívom be magamnak azokat az élethelyzeteket, amik folyamatosan gátolják az életemet. Ugye erről a tudatosságtudománya workshopon többet beszélek, vagy a különböző kurzusaimon. A tudatosságtudománya workshop az január 13-14-15-én lesz. Hamarosan a videó alatti leírásba be is fogom tenni a linket, úgyhogy aki már szeretné, az jelentkezzen. Különleges lehetőség, van benne egy konzultáció is az árban, egy nagyon erőteljes konzultáció, ahol körülbelül 2 vagy 3 órát leszünk együtt, és olyan információkat adok át, amivel te változást tudsz elérni az életedben. No, és hogyha már áthajózunk, mert azt mondjuk, hogy szeretnénk elhagyni azokat az embereket, azokat a minőségeket, és magunkban főleg azokat a minőségeket elhagyni, és nem csak kihajózunk, hanem tényleg teszünk is érte, hogy ez ne történjen meg, akkor a botok lovagja szenvedéllyel érdemes elindulni az úton, tehát legyen bennünk ott a szenvedély, a tűz, ne ragadjunk le túlságosan egy-egy helyzetnél, hiszen nem feltétlenül most az a cél, hogy
megmaradjunk a szenvedélyünkbe, hiszen van feladatunk, van vállalt sorsunk, afelé menjünk, de soha ne felejtsünk el örülni, vidámkodni, és szenvedéllyel megélni az adott pillanatokat. És hát azért kaptuk ezt az elszigetelődés lapját is, hogy megértsük, hogy vannak olyan helyzetek, és vannak olyan emberektől, amiktől már szeretnénk elszigetelődni. De ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akikhez viszont szeretnénk már kötődni, ragaszkodni. Akkor ott viszont vegyük föl ezt a frakot, és ne elszigetelődjünk, hanem menjünk ki, és kapcsolódjunk hozzájuk. De azoktól, akik a régi mintáinkra emlékeztetnek, azoktól lehet, hogy el kell válnunk, el lehet válni úgy is, hogy közben a szenvedélyt éljük meg közösen. Tehát ne felejtsük el, hogy a karma joga, ez a szemlélet arra tanít meg bennünk, hogy úgy hagyjuk el a mintáinkat, hogy a többi embert elfogadjuk a döntéseik által. Lehet, hogy ez nem mindig könnyű, és nem mindig egyszerű, de addig, amíg benned szétválasztottság érzés van a másikkal kapcsolatban, addig hiába is szeretnél te átmenni egy másik parton, nem fogsz tudni átérni, mert benned lesznek a negatív érzések. Tehát ez a szenvedély, ez erre utal, hogy attól még, hogy elhagyod azokat az embereket, akikkel korábban egy kört alkottál, attól még lehetsz velük szenvedélyes ideig, óráig, akkor, amikor találkoztok. De hosszú távon nem feltétlen, hogy szeretnél hozzájuk kapcsolódni. Mert más kör van, más minőség. Persze ezeket csak azt tudja megélni, aki folyamatosan dolgozik önmagán, aki a belső világán változtat. Hogyha csak elhagyod az embereket, de nem változol, akkor ugye a karmakörök folyamatosan ott lesznek, és csak a díszlet változik, de amúgy minden más ott marad az életedben. No, és egyrészt ugye ne szigetelődjél el, másrészt pedig azoktól lehet, hogy egy kicsit el kell szigetelődni, akikkel korábban egy karmakört alkottál. Lehet, hogy azért, hogy ők is öntudatukra ébredjenek, és egy másik körben tudjatok kapcsolódni, vagy lehet, hogy azért, mert már tényleg nincsen dolgotok egymással, de nagyon fontos megtanulni a szolgálat energiát, és ebben egy kicsit ebben a kör alakulatban az is benne van, hogy magasabbról, tehát a fa tetejéről nézd az eseményeket, ne ragadjál bele a részletekbe, ne ragadjál bele abba, hogy meg szeretnéd menteni a kapcsolatot az emberrel, vagy ki mit csinált, mit miért csinált, hanem egyszerűen engedd meg, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történnie, és mint ahogy sokszor hangsúlyozom, a szüleinket meg kell tanulni szolgálni, el kell ismerni őket, meg kell hajtani a fejünket előttük ahhoz, hogy valódi változás legyen, és hát ők a legerőteljesebb karakterek az életünkben, ők idézik be legjobban nekünk a változást, de hogyha ők nincsenek, vagy már nem élünk velük, apa és anya karaktereket folyamatosan vonunk magunkhoz, mindaddig, amíg tényleg meg nem értjük, hogy mi az, amiben mi benne vagyunk, és nem változtatunk, és nem értjük, hogy milyen képességeink vannak ahhoz, hogy változtatni tudjunk. Na most tehát a szüleinket meg kell tanulni, szolgálni, amíg a gőg, az ego, a mindent jobban tudok van ott, és nem a szolgálat, addig ez nem fog menni, hiába hajózol ki, hiába mész el egy másik szigetre, ez nem fog megtörténni. Úgyhogy, ha valódi önismeretet szeretnél, akkor én mindenképp ezt a tudatosság tudományi workshopot ajánlom, és azt a technikát, amivel bárhol a világban segítő nélkül tudsz magadon dolgozni, blokkot oldani, a negatív gondolataidnak a gyökerét keresni, érzéseidnek a gyökerét keresni, mert hát azok folyamatosan ott vannak velünk, tehát nem csak 2 hetente vagy 3 hetente, amikor csoportba megyünk, hanem azok folyamatosan ott vannak, tehát folyamatosan lehet ezekkel a technikákkal, ezzel a tudással dolgozni, úgyhogy én szívből ajánlom, ha te mély változást szeretnél, és nem szeretnél már a körökben ismétlődni, akkor vegyél részt a kurzusaimon, tudatosságtudományi workshopon, illetve egyéni konzultáción is. Mindent ezzel kapcsolatban beteszek ide a leírásban. Ha érzed a hívást, akkor vedd fel velem a kapcsolatot. Egyébként meg jó munkát mindenkinek, ilyen szenvedéllyel teli pillanatokat, amikor nem ragadsz le, de élvezed a pillanatot, nagyon-nagyon élvezed a pillanatot, a másikkal, másokkal élvezed, táncolsz, és aztán mész tovább a saját életedben, mert valami különlegeset szeretnél kihozni magadból, ami tudod, hogy benned van. Ilyen órákat, napokat és
és csodákat kívánok nektek az úton, minden jót, kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!